Na, szeretettel üdvözlök mindenkit a harmadik Merci szerelős, csapatos Merci szerelős epizódban. Épp fűzöm ki a lengés csillapítót, Szárának a teteje itt van, ez ugye értelemszerűen a hátsó, az alja meg ott, azzal az oldalal már készen vagyunk, hát a műhelyben rengeteg új szóval lett gazdagabb a magyar nyelv, ez kétségtelen. Verte volna meg a jóék Napóleonnak a lovába, húzta volna a faszát az anyjába, kire tervezte. Azt! Ott a Louvre-ba! Ott! Én nagy felelősségét látom ebben a rugó összehúzónak. Kétféle típust ismerek én. Ugye van a körmös, meg van ez a belső, ami nagyobb felületen támaszkodik föl a rugóra. Na most hiába külön rugós a Merci, külön van a gátló, külön a rugó, azért bejátszani oda úgy, hogy annyit húzzon össze, hogy pont ki lehessen szedni a rugót, nem könnyű. Szerencsére minden rendes műhely kell, hogy rendelkezzen egy kiadós pajszerrel. A pajszer azért kell, mert mindjárt lehalkítom a zenét, hogy azt mondja így. De a pajszer azért kell, hogy amikor éppen annyit kell még lefelé nyomni a futóművel, hogy ki tudjuk buktatni a gátlószárat, vagy magát a rugót, akkor az meglegyen, de majd a Bence segít, mert Bence nehéz, és jó rá nehezkedik, akkor jó. Na szóval, amit itt látunk, ez gyárival megegyező lengés csillapító, meg az is lehet, hogy a gyári, ugye V ez Forderachsét jelent, a H az meg Hinterachsét, ez az eleje, ez a hátulja. Nagyon megörültem neki, hogy ez Bilstein, ami ugye azért jó, mert nagyon strapabíró gátló a Bilstein, és egy jól felkeményített utcai Bilstein gátló, hát szerintem 1450-szer többet ér, mint egy olcsón megvett úgynevezett állítható futómű, vagy gevinde. Ez Bilsteinből van, az meg nem. Ez német gyártmány, az meg nem. Ez jó, én ebben megbízom. Ennek itt a hátsónak egy kicsit itt az alja már kezd levelesedni, de meglátjuk, folyni nem folyik egyik se. Szerintem ez még menthető, ha nem, akkor venni kell két hátsó gátlót, nem egy nagy tétel. Ez jó, hogy ez van, ez szuper jó. Na, a rugók, azokkal leszünk, nem azt mondom, hogy bajban, ez mindig egy nagy kérdés. Ugye ez a gyári rugója a C280-nak, ekkora átmérő fér el, és nem nagyobb a rugó tányérban. Magyarán, ugye az anyagminőséggel, meg a vastagsággal, meg a tekercseléssel tudunk játszani. Be fogok szerezni még egy garnitúra Aibach rugót. Aránylag olcsón 28-30 ezer forintért lehet már használtan venni. Most írtam is a srácnak, hogy mérje már meg a szálvastagságot, hogy mennyire vastag. Simán lehet amúgy, hogy ezt, ha megvágjuk, ezt a gyárit, ez minőségben, meg kevénységben is sokkal-sokkal jobb lesz, mint ez a hígfosra tekercselt piros színű ültetőrugó, amitől én rosszul vagyok. Szóval, ha piros színű rugót látok, akkor az nem lesz jó. Vagy nagyon ritkán jó. Szóval simán lehet, hogy ez jó lesz, de veszek még egy garnitúrát, az a biztos, mert ezt, ha beszabjuk, mondjuk levágunk két menetet, megnézzük, hogy milyen, aztán ha nagyon mindig ott a másik, amivel tudunk variálni. Ez az első, ez a hátsó, ez ugye takarja magát a lengőkart, hogy ez a csavar ne kapja a koszt. Úgyhogy így állunk. Van az a fázis, amikor egy kiadós káromkodás segít minket túl a problémán, és ért belőle a szerszám, ezt minden szerelő tudja. Hogyha azt mondjuk neki az adott szerszámnak, akkor előbb-utóbb engedni fog. Hát így, mocskos meló, de megy mindenképpen. Ez ha kint van, akkor a rozsdás helyeket, azokat fémtisztára csiszoljuk, azt jöhet a lakatos csinálni a dolgát. Jó kemény futóművet csinálunk alá, ugye ezzel csak driftelni akarunk, pályán nem akarunk menni, nem fogunk nagy kerékkel menni, hogy elpattogjon, 15-16, bár tudná ez nagyobbal is, de minek. Hiszen tudjuk, figyelem, tévhitoszlatás van, hogy nem azért törik a féltengely ezeknél az aránylag nem túl erős autóknál, mert mert nagyon erős, meg izé. A mindig a keréknek a tapadása határozza meg azt az erőt, ami aztán a féltengelyre úgymond visszahat.
Magyarán, ha nincs nagy tapadásunk, hamar slippet kap a kerék, hamar elkezd kipörögni, onnantól kezdve meg annak a féltengelynek aztán teljesen mindegy, semmivel nem kap nagyon, nagyobb erőt, mint hogyha közúton kipörgetnénk a kerekét. Ezért fogok én 15-16-ossal menni, az simán bírni fogja jó eséllyel. Aztán már meglátjuk, hogy milyen futóművet sikerül alárítjenteni. Addig nem kezdünk el vágdosni bódét, meg felnit hegeszteni, amíg nem látjuk, hogy hogy áll. Lehet, hogy előre veszek egy pár állítható toronycsapágyat. Jó az, hogyha van egy kis kerékdőlésünk, ilyen 3 fok körül itt. Ugye az a lényeg, hogy amikor a kerékdőlésnél, hogy a kitekert keréknél is minél nagyobb legyen a tapadási felület, ne a kerék, ne a gumi élén forduljon majd az autó, az eleje fogjon, a hátulja repüljön, az jó lesz. Na, megyek vissza alája. Ez itt jön, nincs berohadva, de azért eltesszük, mert nyilván vissza is rakjuk szépen a helyére. Azért van ez kitalálva, hogy itt ne legyen nagyon rittyó semmi alul. De hát azért az autó alatt fekvés, az kell. Ki az? Mi van ráírva, Bence? Arra a telefonra. Ismeretlen szám. Akkor azt nem vesszük fel. Azt a mindeni. Meg lesz. Hol a másik? Itt van. És most kérlek szépen ennek elméletileg így le kéne. Hát nem is szépen, de... pattannia. Eltesszük. Ez még kelleni fog. És olyan fönt már ki van kötve, hogy jön az alsó, hol a jó kis kulcsom. Jó szerszámmal dolgozunk. Ez kell hozzá. 17-es. Most már hozzáférünk a csavarhoz. Nézzünk be. Igen. Innen és innen. Tökéletes. Így. Itt meg ellentartunk. Előbb-utóbb engedni fog. Ilyenkor lehet ugye beleszakítani a csavart, de hogy kivesszük, ez most annyira nem fájdalmas, csak ne kelljen menetet fúrni, de nem kell, mert ez nagyon egybe van. Ott van, megkiesett. Itt van néha. Ezt nagyon nem bolygatták még. És nincs összerohadva, ugye azért van rajta az a műanyag takaró, hogy ez a menet, nézzék meg milyen szép. Itt a badig úgy lenne. Hát igen. Ez ne rohadjon össze, mert különben a büdös életben nem szedjük szét. Ugye és most jön az, hogy ezt szépen le kéne nyomni a pályszerrel ezt a rengőkart, hogy ki tudjuk buktatni a gátlót onnan. Na Bence, te jössz! Várja! Elhiszem, hogy élvezettel nézed, de annyira jó. Inkább segítsek? Hát nem haragudnék meg, hogyha ezt itt lenyomnád csak arra. Jó, lerakom a kamerát akkor. Kijátszottuk ezt is. Hát igen, ez állatjuk. Ennek is az állja már. Hát, meglátjuk inkább. Meglátjuk, mit lehet vele. Hú! Na! Most pedig sziszentünk egyet, tegyék ezt önök is, nagyon meleg van kint. Jövő héten is lesz speed zone, most egy kicsit elutazunk egy pár napra, de nem maradnak adás nélkül, és folytatjuk onnan.
hogy megveszük az üléseket, meg az egyéb beltéri tartozékokat. Facebook, YouTube, net, mindenütt ott vagyunk, veretjük ezzel a gyerekek, fűzzük a kanyart, tengerfelsre hajtunk, minden. Na, egyszer élünk.